Velük történt magazinműsorunkat hallják a 104 Rádió 1-en január 3. napján vasárnap, és ugye új blokkunk a Békés Csabaiak világtalálkozója. Sikeres Békés Csabaiakat mutatunk be a nagyvilágból. Igaz, hogy most nem külföldön, hanem itthon érem el Budapesten, ha minden igaz. Böcögő Dorinát köszöntöm már is. Szia, üdvözöllek! Jó napot, igen, most jelenleg Budapesten vagyok. Budapesten vagy, de hát van, amikor Gyopáros fürdőn, de most Budapesten. Jó van, hát Dorináról azt kell egyébként tudni, hogy kétszeres olimpikon, EB harmadik helyezett, sokszoros magyar bajnok és sokszoros világkupa győztes. Nem is olyan régen egyébként Törökországban voltatok, én néztelek a tévében, úgyhogy Dorina, örülök, hogy itt vagy, boldog új évet neked! Nagyon szépen köszönöm, és boldog új évet kívánok mindenkinek! No hát ugye ebben a blogban sikeres Békés Csabaiakkal beszélgetek, hát ugye ahogy mondtam is az elején, te nem külföldön vagy most, hanem itthon, de hát bejártad már a világ számos országát, rengeteg helyen megfordultál, úgyhogy akkor beszéljünk egy picikét rólad, hogyan telt a tavalyi esztendő itt a Covid kapcsán? Hát nem volt egyszerű évünk, pont mire belerázottunk volna a versenyszezonba, és már kész voltak a gyakorlatok, akkor jött a hír, hogy akkor hétvégétől kezdve nincsenek versenyek, és neki se tudunk kezdeni a szezonnak, gyakorlatilag mindenki menjen haza, aztán majd értesítenek minket a továbbiakról. Így egy pár hetet otthon töltöttem orvosházán, viszont minden nap edzettem. Házon belül egyébként egész jó karban tudtam magam tartani, úgyhogy nagyjából két hét alatt vissza is rázódtam, úgyhogy onnan pedig tudtunk egyébként folyamatosan készülni, úgyhogy nem maradt ki olyan sok idő. De nem volt egy egyszerű év, pláne, hogy itt tavasszal egy versenyünk sem volt, és így hirtelen ősszel ugye bedobtak a mélyvízbe, két verseny után pedig irány az Európa bajnokság, úgyhogy nem volt könnyű év. Azt azért mondjuk már el a hallgatóinknak, hogyha egyébként normál helyzet van és nincsen Covid, akkor neked hogyan vannak a mindennapjaid, az edzések? Gondolom naponta többször is van. Így van, naponta két edzésünk van, általában 9-től délig, valamint délután 2-től nagyjából 4 óráig. Így áll össze egy napunk, a szerdai szombat egy picit lazább, ott egy edzések vannak, úgyhogy nagyjából így áll össze egy hetünk. Azt még azért mondjuk el, hogy jelenleg hol vagy igazolt sportoló? Jelenleg az MTK Budapestnél vagyok. Az MTK-nál vagy, értem. Hát ugye Békés Csabaiak világtalálkozója, én meg sem merem kérdezni, hogy a világ hány országában merre jártál, de mik a legemlékezetesebb pillanatai? Tehát gondolom az olimpia. Igen, az is mindkét olimpia nagy élmény volt. Londont nagyon szerettem egyébként, Peking az nem nagyon lopta be magát a szívemben, nem az én világom, ez az ázsiai világ, úgyhogy inkább Amerika, ami felé így húzott a szívem egyébként, ott is jártam. Nagyon tetszett egyébként, ott el tudnám magam képzelni hosszú távon, voltunk Las Vegasba, az pedig egészen hihetetlen volt az a pezsgés, ami ott van, tényleg nagyon élveztem a kintlétet. Dorina, hogyha jól tudom, akkor nekem azért vannak elég komoly háttérinformációim rólad, ha jól tudom, akkor te készültél Amerikába tanulni? Így van, még 2012 környékén gondolkoztam benne, hogy Los Angelesbe volt is egy lehetőségem egyébként, ami aztán sajnos kudarcba fulladt. Tanulni szerettem volna kimenni, és természetesen tornázni egyetemi szinten, viszont hát így utólag kicsit bánom, viszont akkor megkönnyebbülés is éreztem, hogy egyedül ugye nekivágni a nagyvilágnak, ez egy nagy falat lett volna, viszont így utólag azért nem lett volna egy rossz döntés. Amivel kezdtem is ugye az interjút, hát nem is olyan régen, egy-két hete láttunk téged a televízióban, ugye Törökországban voltatok Európa bajnokságon, és ott is egyébként a televíziós közvetítésben is mondták a kommentátorok, de én is szeretném megkérdezni, hogy nem is olyan régen volt neked egy válműtéted, ha jól tudom? Így van, igen. Hát már mindkét vállam meg van műtve. A jobbost műtöttük idén augusztusba, és szerencsére jól sikerült, úgyhogy egészen gyorsan vissza tudtam állni, sőt, mondhatni nagyon gyorsan, mert tudtuk, hogy nagyon ki van centízva az idő az EB-ig, úgyhogy szerintem sokan nem is hittek benne, hogy sikerülhet, viszont pár héttel a műtét után már el tudtam indulni az országos bajnokságon, nem is csak gerendán, hiszen ott ugye kevésbé kell a vál, hanem talajon is, úgyhogy nagyon-nagyon gyorsan beleestünk ebbe a felkészülésbe, meglepően jól sikerült, viszont így az EB után azért megint érzem, hogy nem teljesen jól vállam, úgyhogy még mindig dolgoznunk kell rajta. Azért az nagyon komoly, figyelj, augusztusban válműtéten estél át, és decemberben pedig Európa bajnokságon szerepeltél, és hát ugyancsak szépen, hiszen csapatban Európa bajnok harmadik helyezettek lettetek, úgyhogy engedd meg, hogy a teljes stáb nevében szívből gratuláljak nektek, és további szép sikereket kívánja. Nagyon szépen köszönjük. Még annyit így a végére, hogy a 21-es esztendőd az hogyan néz ki? Most van egy kis pihi, vagy gőzerővel toljátok az edzéseket? Nem nagyon szerettem volna leállni, hiszen korán kezdődik majd a versenyszezon, áprilisban lesz az Európa bajnokság, az lesz így a fél évnek a fő versenye, úgyhogy mindent e köré építenek, úgyhogy a magyar versenyek is korábban kezdődnek, szerintem ilyen február vége, március környékén már biztos, hogy versenyezni fog.
fogunk. Úgyhogy most így, hogy benne voltunk nagyon így a gyakorlatokban, nem is szeretnék annyira leállni, hogy ne kelljen majd előről kezdeni mindent, úgyhogy most két ünnep közt is jártunk beedzeni, és 4-én pedig kezdjük majd újra a felkészülést. Szuper, említetted, hogy áprilisban újabb EB, az merre lesz? Így van, Bázelben lesz. Jó, Dorina, hát én nagyon örülök, hogy vendégem voltál, és hogy tudtunk beszélgetni itt a Rádió 1-en. Engedd meg, hogy boldog új esztendőt kívánjak, szép sikereket, jó egészséget, vigyázz magadra, és bízom benne, hogy azért 21-ben fogunk még egy párszor ilyen szép eredményekről beszámolni, úgyhogy köszönöm szépen. Én is köszönöm. Boldog új évet mindenkinek. Velünk történt magazinműsorunkat hallják a 104 Rádió 1-en 2021. január 3. napján a vasárnap. Böcögő Dorinával beszélgettem. Egy igazi büszkeségünk innen Békés Csabáról. Műsorunkat hamarosan folytatjuk. Kellemes hétvégét, boldog új évet!